Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként 4,5 év alatt elérte, hogy a nemzet fővárosának a baloldal által uralt része a teljes lecsúszás, leromlás állapotába került, erről ír az Origó. A lap szerint Karácsony Gergely negatív bravúrt hajtott végre azzal, hogy csupán olyan fejlesztések történtek, amelyeket az előző főpolgármester Tarlós István idején kezdeményeztek. A jelenlegi budapesti városvezetés munkájával többen is elégedetlenségüknek adnak hangot. Az LMP társelnöke szerint a semmitevésről szólt az elmúlt 5 év, és ezt a fővárosiak szenvedték meg. Ungár Péter Titanilla vendége. Így van, az LMP Magyarország zöld pártja társelnökét köszöntöm a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ugye holnap elkezdődnek már az európai parlamenti választások, 27 tagállamban, 4 nap alatt mindenki leadja a szavazatát, aki erre jogosult, és ezt szeretné megtenni. Magyarországon vasárnap fog ez megtörténni, és ezzel egy időben önkormányzati választások is lesznek. Nem volt még ilyen, hogy 2 ilyen jelentőségű választás legyen egy napon. Az LMP-nél hogyan zajlik a kampány, hajrá? Mi azt gondoljuk, hogy talán az a mi szerepünk ebben a választási kampányban, hogy egyedül valóságot mondunk a választás tétjéről. Ugye Dobrev Klára azt mondta, hogy a választás tétje az, hogy előrehozott országgyűlési választások legyenek, hogyha a Fidesz így vagy úgy szerepel, ez egyértelműen valótlanság. Vannak, akik azt állítják, hogy a választás tétje az, hogy az európai politikának az alapvető irányait megváltoztassuk, de hát az Európai Parlament egy konzultatív testület nagyon szűk hatáskörrel, és mi ezt alapvetően arra szeretnénk használni, hogy a magyar természetvédelemnek az értékeit képviseljük Brüsszelben, hogy legyen valaki, aki megvédi akár az akkumulátorgyáraktól a magyar termőföldet, a magyar vizet, a magyar levegőt és azt a természeti, gyönyörű természeti örökséget, amit kaptunk itt Magyarországon, hogy az megmaradjon a következő generációknak is. Emellett pedig folyik egy önkormányzati kampány, ami látszik, hogy mindenkit egyre inkább felhevült állapotba hoz. Akkor talán kezdjük ezzel, mert mégiscsak ez van itt hozzánk közelebb. Ugye Vitézy Dávidot indítják főpolgármester, a főpolgármesteri posztért. Hogyan látja az esélyeket jelen pillanatban? Én biztos vagyok abban, hogy Budapest következő főpolgármesterét Vitézy Dávidnak fogják hívni. Én egyértelműnek tartom, hogy Karácsony Gergelynél sokkal alkalmasabb, egy olyan ember, aki a város ügyeivel kel és fekszik, aki ezzel foglalkozik, ez érdekli. Karácsony Gergelynek egy nyűg már az, hogy a város ügyeivel foglalkozni kell, és ez látszik abban az elmúlt 5 évben, amit tulajdonképpen úgy tudnám összefoglalni, hogy semmittevés, amit panaszkodással fedett el. Igen, azt mondta, hogy elvesztegetett éveket hagyott maga mögött a főpolgármester. Ugye ő azt mondja, hogy neki nem volt több mozgástere, mert hogy a kormány nem adott pénzt, meg a kormány elvonta azt a pénzt is, ami volt. Ön hogy látja ezt? Ugye jól emlékszem, Vitézy Dávid erről beszélt, hogy azért lett volna itt mit csinálni, még ha nem is voltak ideálisak a körülmények, de lett volna lehetőség cselekvésre. Karácsony Gergelynek abban egyértelműen igaza van, hogy volt a Covid-járvány, erről nem ő tehet, ez egy nehéz helyzetet jelentett ebben a ciklusban. És abban is van igazsága, hogy a kormányzati elvonások megtörténtek, ami egy helytelen dolog. Tehát 1001 olyan példát tudok mondani, ami nem azért nem valósult meg, mert nem volt pénz, hanem vagy mert a pénzt másra költötték, tehát hogy többet költenek a saját marketing ügynökségükre, mint útfelújításra, ez egy mindent elmondó adat, vagy pedig egyszerűen nem csinálták meg, de nagyon-nagyon tudok olyan példákat is mondani, amik nem feltétlenül pénzbe kerültek. Például volt egy projekt, csak egy példát hadd mondjak, hogy a szovjet katonák által megerőszakolt magyar nőknek legyen egy köztéri szobra. Szerintem mindannyian egyetértünk, hogy ez egy olyan tragédia, amiről meg kell emlékezni egy köztéri szoborra. A helyszín ki volt választva, a Momentumnak a teljesen értelmezhetetlenül hosszú titulussal rendelkező főpolgármester helyettese pályázatot indított, bíráló bizottság volt, nem tudom, össze-vissza csináltak mindent, egy kérdésem van, 4,5 év eltelt, hol a köztéri szobor? Egy köztéri szobrot nem tudtak felállítani, és nem igaz, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor együtt elvontatták azt a szobrot valami éjjel, és ez csak azt mutatja ez a szobor, persze, hogy vannak más a mindennapi életet sokkal jobban érintő kérdések, de ez egyszerűen azt mutatja, hogy nem volt gazdája ennek a városnak, és még egy példát hadd mondjak. Mindannyian, akik utazunk tömegközlekedéssel, bármilyen gyakorisággal, látjuk, hogy egyre nagyobb a rendetlenség, a kosz, egyre több olyan utas van, aki nem tartja be az utazási feltételeket. Amikor Vitézy Dávid azt mondta, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló, akkor Karácsony Gergely elküldte a fenébe. Szerintem a budapestiek döntő többsége egyetért azzal, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló, és hogy rend kell a közösségi közlekedésen, és ezért is van nekünk a BKK rendészetjavaslatunk. Ugye a Karácsony Gergely is fogalmazott meg kritikákat, ugye egy Vitézy Dáviddal, illetve önnel, és az LMP-vel kapcsolatban is. Ezekről mi az álláspontjuk? És nemrég adott Karácsony Gergely, Budapest főpolgármester egy Index interjút, ahol
Hát én úgy érzem magam, mint amikor tudja, az óvodában van a kisfiú, meg a kislány, és a fiúnak tetszik a lány, ezért meghúzza a haját sokszor, hogy figyeljen rá. Tehát egy 19-szer említette a nevem különböző kontextusokba. Én megértem a főpolgármester frusztrációját, hogy belátta azt, hogy itt a politikai tevékenységének a végéhez közeledik, de biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni a helyét a Demokratikus Koalíció fővárosi frakciózatójaként is. És akkor egy kis európai parlamenti választás így a végére. Hova ül be az LMP képviselője, amennyiben bejut az Európai Parlamentbe? Ugye a zöldekkel volt korábban vitájuk, ezt sikerült rendezni? A vitákat érdemben nem sikerült rendezni. Itt ugye problémájuk volt azzal, hogy Vitézi Dávidot indítjuk főpolgármesternek. Én nem igazán tudom, hogy mi közük van ahhoz, hogy egy önkormányzati választáson kit támogatunk. Tehát kétlem, hogy az európai zöldek az Eindhoveni jelöltállításról mondjuk ilyen mély lelki véleménnyel rendelkeznek. Ezek értelemszerűen konfliktust mutatnak. De hát miért foglalkoztak ők ezzel ennyire? Azért, mert Karácsony Gergely a Párbeszéd nevű szervezetnek a tagjait a vizergépen Brüsszelben hetente kiküldte, hogy sírjanak azon, hogy őt bántják azzal, hogy ellene valaki jelöltet már állítani. Egy interjúban azt mondta, hogy az Európai Unió békeprojektnek hazudja magát, de közben egy gazdasági projekt. Békeprojektként is működnie kellene? Pláne az adott helyzetben aktuális ez a kérdés, hogy itt van a szomszédunkban ez a háború. Az Európai Unió egy gazdasági szövetségként jött létre. Tehát ez egy liberális állítás, amely az, hogy az Európai Unió léte garantálja a békét a kontinensen. De hát ez nem igaz, és nem csak az tragikus ukrán háborúnál, a délszláv háború alatt is már létezett az Európai Unió, mégis volt háború Európa területén, sőt az Európai Unió tagjai is voltak már hadviselőfelek. Sokan még most is hadviselőfelek. Az Európai Uniónak a léte óta. Tehát ez egyszerűen nem igaz, de az mindenféleképpen nagyon fontos, hogy az ukrajnai háború ne eszkalálódjon tovább, és lehetőleg a felek valamilyen módon békét tudjanak kötni. És mi a véleménye arról, ugye itt több szakértő mondja, hogy azok a kijelentések, hogy telepítsünk Lengyelországba atomrakétákat, meg képezzünk ki ukrán csapatokat, adott esetben küldjünk nagy hatótávolságú fegyvereket, amelyekkel engedélyezzük, hogy orosz területekre is lőjenek, hogy ezek mennyire az eszkaláció irányába viszik ezek a konfliktust? Nagyon sok rossz irányú diskurzus van az Európai Unióban erről a háborúról. Én szerintem tényleg az a legfontosabb, hogy valami olyan megoldást szülessen, hogy ne kelljen több embernek az életét feláldozni emiatt. Rettentő mennyiségű ember halt meg, és ez szörnyű, és ezt egyszerűen véget kell vetni annak, hogy ez történjen. Nagyon szépen köszönjük Ungár Péternek, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen.